Jól van. Akkor apátság, levendula mező. És akkor indulunk. Itt vagyok a Tihanyi Levendula mező kellős közepén. Egyáltalán nem így terveztem, hogy ilyen beborult, esős, szörnyeteg idő lesz. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy most megnézek pár dolgot, hogy mi az Istent lehet csinálni. Tényleg, mi az Istent lehet csinálni Balatonon rossz időben. Nézem, hogy mik vannak. Szuper programok a Balaton környékén, rossz idő esetére. Tavas barlang tapolca, na ez egy jó ötlet. Nézzük a belső tót még vagy. Belső tó? Mhm. Megnézhetjük. Meg is érkeztünk a belső tóhoz, és most megpróbálunk lőni egy képet, egy szamárral képen észrevett minket. Úgyhogy lehet, hogy most be fog menekülni. Várj, közelítsük meg. Reméljük, hogy nem rúg le meg semmi ilyesmi. Lerúgsz, kamárka. Lerúgsz. Nem bornak tűni. Let me take a selfie. Jó forma ez a szamár. Végre lett egy képem. Amúgy utára 6 éve ültem szamárháton, még egy... Hát mikor még a stábot anyát forgattuk a Viván, és meg ki volt rám a teljes stáb. Képzeljétek el a helyzetet, hogy megjelenek egy faluba egy szamár hátán, és csak megyek egyenesen előre, mert egyszerűen nem tudok másfele menni, mert nem tudom, hogy kell irányítani az állatot. Mit csinál az az ember ott, érted? Fölmegy rá. Na, és akkor mi van? Mit kell csinálni, hogy megálljon? Hátra húzod! És megáll! Amióta kiraktam Instagramra, hogy szeretnék végre szamárháton mászkálni újra, azóta jönnek és jönnek a felajánlások. Nagyon köszi, remélem lesz is belőle valami. Te esküszöm, ha valaki elintézi nekem, hogy mondjuk egy két-három falut mehessek szamárháton, csak úgy át végig, vagy akár még el is viszek A-ból B-be valamit, komolyan. Ha valamit át kell vinni, én átviszem, valaki intézze nekem egy szamarat. Nézzük, gyere ülőre, itt van szamár. Elrendezem én neked, csak nem ott, hanem Nyíregyháza mellett, Sóstóhegyen. Hát vigyúzzatok, nekem tök mindegy, hogy hol, de azért nem baj, hogyha Balaton környékén, és még a nyáron. Sőt, én annak örülnék a legjobban, hogyha Balaton környékén tudnám ezt túrni. Ott vagyunk már? Megyünk Tapolcára, barlangászunk egyet, aztán meg Fehérváron koncert van ma, drága kis városom, úgyhogy oda is fel kell érni. Toljad neki, kapitány! Fejre húz! Nem is tudom, mennyire lehúzni. Ezt nem a 190 centimre találták ki szerintem. Simán egyébként ilyen terápiás jelleggel így néha ilyen stresszoldónak, csak így evezgetni lenni, simán beadnám. Akkor egy terem, Eko, Tihany? Nagyon jó a kilátás egyébként.
Itt a legendás ház, ez az én kis házam. Ó, van itt egy kis pad, na ennyit csókoloztam itt. Múltkor hallgattam valamit, de hát, hogy csókoloztam Tihanyba, vagy ilyesmi volt a címe, és annyira... Így magamra ismertem egy dalban. De jó érzés az. Van egy vak sötét utca rész Tihanyban, ott megcsókolhattalak volna, de kihagytam, körém nőtt az a rész. Ne mondd, hogy köréd nem, most is ott csókolózunk a sötétben. Nyilván mi más kértem volna be, hanem a gyerekmenü. Ez van, kedvem, most nem ilyen gyerekmenüs vagyunk. Jó kis rántott csirke, hasáv. Ugye már hasáv, nem kéne enni. Én mindig úgy fogyózom, hogy így azt mondom, hogy nem kéne enni ezt. És akkor úgy érzem, mint a tettemben adán. Szevaszka, de jó nézel ki. Komolyan. Hallod, ha már bűnözünk, de komolyan ez a desszert, ez annyira jó, hogy mindjárt elkérem a számát. Te hallod, megjövöm, hogy hol áll. Nagyon. Diétás. Diétás, persze, diétás. Oh, you touch my tra-la-la. Ez most megtacsolta a tra-la-lámat. Atomon, szét van tacsolva a tra-la-lám. Elköltözöm vele egy távoli kisvárosba. És csak ketten leszünk. Meg a 8 gyerekünk. Eljegyzem. Azt a levendula is, de finom benne. Na jó van. Irány Fehérvár még. Talán elcsípjük a Pixát is. Itt vagyok a backstage-ben, és azon gondolkodom, hogy hol lehet a Pixa? Cső! Na csá, nem mi a pálya, merre vagy? Te takarsz tőlem megint a mikor jössz ide? Na jó van, jön az öreg Pixa! Jajzeh! Minden oké, figyelj, az ez az after story, miket kiteszek, érted? Teres a sztori, miket kiteszek. Hát mi van, rég vlogoltunk már 13 éve. Na, itt vagyok a Pixinél, és csináljuk a Zormat turkálok közben. Mi kapcsolatban? Tolod le a ceruzát, majdnem tordibálsz a hínár hajaddal, imádom azokat a felvételeket. Nevem Pixi, hopp ez így néz ki, ez a lányok, az összes rajongó, mindegyik Well Hello rajongó, természetesen Pixát senki nem ismeri. Még itt Fehérváron se. Idegesítek a Tominak. Senki nem lesz benne a Well Hello blokkba, vagy a Core blokkba, kivág mindenkit. Amúgy, ne idegesítek neki nyugodtan. Várj, ez most képen? Jó van, most mindenki mondja egyszerre, hogy kövessétek be Pixát az Instagram. Lenyomtad már te sok? Ezt a GIN-ot meg belökted a medencébe? Bele. De mi? De nem szólt semmit. Ha éretek mocóan van, nekem a kutyáim alatt a kertben. Sokan láttátok már voltam, de én ezt soha nem fejezem. Ők spanyaim, meg mindenki a haverom, te is tudod, Tomi. Ja, persze. Csak először meg kell, hogy ismerjenek az emberek engem. Ja, hát igen, mert nagyon sok rosszat mondtatok az interjúkban rólam. Ilyen zöld melegítőbe mászkált, amit saját elmondása szerint az utcán talált. Nagyon-nagyon tahónak tűnt. Csak azt hallottam róla, hogy mekkora egy nagyképű bunkó köcsög. Nagyon ilyen paraszt volt. Mondtam ezeknek, állj te, én ehhez a köcsöghöz nem fogok menni reppelni, hülye vagy? Tud az a fajta tahó lenni, aki azért így vicces. Bármint az olyan tahóknak, mint én. Borzasztó sok kellemetlen helyzetbe hozott már. Például lehányta az összes díjamat múltkor, de... És még azt mondta utána, hogy ne paffogjak, mert hogy a feledi az övé. Hát jó, mert baszki, mert én is úgy ismerkedtem meg veled, hogy bemutatkoztál Tomiként, és volt nálad egy szúró eszköz. Nem is volt ilyen. És 3 hónapig azt hittem, hogy Tominak hívnak. Műanyag kés. Ja, műanyag kés. Ne félj, nem szurkodlak meg, érted? Nem szurkodlak. Óriási. Te is kalapáccsa mászkáltad túl szét. Hát jó, akkor kalapács. Még féltünk. Most már Fehérváron a közbiztonság mérföldekkel jobb. Na csá! Csá! 1, 2, 3. Ellaki ügy! Fehérvár! Yeah! Ugye még visszavált a sárba, hogy a hír. Még csak is van!
elviseljétek egy selfie-ben, elviseljétek! Fejlően úgy, hogy itt jön, lehető legnagyobb köszi Fejérvár, egyszerűen hatalmas volt a buli. Nem gondoltam volna pár éve, hogy így jövök vissza az Icsi Ligetbe, hogy ezt fogom látni, utoljára itt csak sétáltam, vagy nem is tudom, de egy ilyet én még itt nem láttam. Nagyon nagyok voltatok, és hát hogy zárjam más, hogy a vlogot szerintetek milyen holnap? A másnap, ahogy azt szoktam. Buszika. Úristen, mekkora koncert volt! Jézus Úristen!